középiskolás korosztályt célozta meg a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Csongrád megyei kormányhivatal és a Csongrád megyei önkormányzat által közösen rendezett vetélkedő. A helytörténetet középpontba helyező szellemi torna céljaként azt fogalmazták meg a szervezők, hogy a fiatal korosztály jobban megismerje lakhelyének, megyéjének 1944 és 1989 közötti múltját. Mi egy megyei vetélkedőt hirdettünk meg, tehát a célközönség a megyei középiskolások, de a kérdések sorában elsősorban megjelennek az országos kérdések, hiszen azokat tanulták a középiskolában. Adtunk neki segítséget, minden irodalom elérhető volt a neten, arra törekedtünk, és hogy csak olyat adjunk, amit bárki bárhonnan el tud érni. Egyetlen egy könyv volt, amit az első fordulót ajánlottunk, de az pedig minden középiskola megkapta a Csongrád megyei önkormányzattól, tehát ennek sem okozott gondot a beszerzése. A meghirdetett vetélkedőre komoly érdeklődés mutatkozott. 9 csapat indul, 3 fő csapatok, egy csapatot kívül, ahol 2 fő jött el. A Radnótiból jön 2 csapat, a Tömörkényből 1 csapat, a Deák Ferenc gimnáziumból 1 csapat, az Ötvös gimnáziumból 1 csapat, Csongrádról a Bacsányi gimnáziumból jönnek, Szentesről a Horváth Mihály gimnáziumból, Hódmezővásárhelyről a Németh László gimnáziumból, illetve Makóról a Návai Lajos szakgimnáziumból érkeznek diákok. A vetélkedő zsűriét dr. Zeman Ferenc, az emlékpont történésze, Tóth Marcell és dr. Medgyesi Konstantin alkották. Kovács Mihály, aki egy remek polgári kisadatítős volt, és küzdött a kommunistikusokkal szemben, és nem alkotott meg. Azt mondom, hogy tőle azt kell megtanulni, hogy van az ilyen életérzet, hogy volna tőle azt mondani, hogy nem szabad megadni. Amikor harcolni kell, is küzdeni kell. És hát Kovács Mihályból a szovjetek a kommunisták elrabolták, és a lényegében a gulágra számít még majdnem egy évtizedben. És amikor a szovjet csapatok őt elrabolták, utána nagyon keményen megverték, ez egy igazi terrorhelyzet véresen verték, és a családjának pedig a véres alsó emberét visszatudni. Azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon kemény helyzet, nagyon kemény kép. Ez volt a kommunizmus. Tehát ez a véres alsó nemű, Kovács Mihálynak remek embernek a véres alsó neműje, ez a kommunizmus szimbólum. Eredetileg egy konferenciába gondolkodtunk, de rájöttünk, hogy már az egyetemisták se járnak konferenciákra, és felmerült, hogy ki legyen a célközönség. Azt mondtuk, hogy a fiatalok erre már nem nagyon emlékeznek erre az időszakra, hanem csak elmondásokból. Ezért úgy döntöttünk, hogy szeretném megmutatni ennek az időszaknak a valóságát. Nem csak az árnyoldalait, hanem a mindennapjait. És ez a vetélkedőnek az a célja, hogy megjelenjen benne a gulágtól kezdve egészen a frigidás szocializmusig minden. Magyarország történelmének 1944 és 1989 közötti időszaka máig sok vita tárgya. A korszak megítélése nem egységes sem a szakmában, sem a közvélekedésben. Azt hiszem a legmegosztottabb téma a Kádár korszak, amiben megnézzük az időseket, azért sokan nosztalgikusan tekintenek rá. Ez persze nem egyedi dolog, a romániai diktátor iránt is van nosztalgiaérzése, pedig ő azért kegyetlenebb volt, mint Kádár. A korszakadás szempontjából egyrészt megnevezhetjük azt a 44-45-től kezdődő időszakot, amikor a köztársaság, illetve ideiglenes kormány időszaka volt. Ekkor a kommunisták csak közeledtek a hatalomhoz, majd 47-ben nagyobb fokozatra kapcsoltak, 48 volt a fordulatéve, és 49-ben pedig kiépítették ezt az államszocialista diktatúrát, és népköztársasági formával, a sztálinista alkotmánnyal. 49-56-on belül pedig úgy tudnám korszakolni, hogy 49-től 53-ig volt az igazán kemény diktatúra, és 53-tól Nagy Imre hatalomra jutásától kezdve Nagy Imre bukása ellenére is egy erjedés indult be, és nem véletlenül történt meg 56. Sosem akkor tör ki a forradalom, amikor a legdurvább az elnyomás, hanem akkor, amikor látják, hogy a rendszer kezd szétesni. A Kádár korszak szempontjából is több korszakunk van. Az 57-től 63-ig ugye mindenképp az a megtorlás időszaka, 63-ban többé-kevésbé kiengedték az 56-osokat, ugye nem mindenkit, akiket köztörvényes módon ítéltek el, azokat nem. És 63-tól van az időszak, amire pozitívan emlékeznek sokan, ekkor ugye lakásépítések, hobbitelek, Trabant, Lada, tehát az, amire szívesen emlékeznek az emberek, pedig azért gondoljuk át, hogy 15 éve kell várni Ladára. Hát milyen dolog ez? Ma bemegyünk a szalomba, megvesszük, 2 hét múlva már ott van nálunk.
A vetélkedőn résztvevő csapatok felkészülését segítette a kormányhivatal épületében, ifjabb Komócsin Mihály pártvezér dolgozószobájában kialakított pártkontroll, a Szocialista Közigazgatás Csongrád megyében című tárlat is. A vetélkedő eredmény hirdetésére a kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én került sor. Az elismeréseket dr. Juhász Tünde kormány megbízott, és Kakas Béla, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke adta át. Az első helyet a szentesi Horváth Mihály gimnázium diákjai, Hortobágyi Ábel, Marcsó Kristóf és Zernik Csombor szerezték meg. A második helyen Rász István, Szabó Patrik és Vugernicsek Zsolt végzett a szegedi Deák Ferenc gimnáziumból, míg a harmadik a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumot képviselő Berény Rihárd, Kovács Tamás Barnabás és Szekeres Dániel trió lett.